Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Komáromi Zoltán, egészségpolitikus, működő házi orvos, aki azzal fenyegeti a betegeit, hogy lehet, hogy hamarosan visszavonul, de szerintem csak van szíve, és nem hagyja ott a betegeket holmi politikáért. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szerintem van lelke, és csak nem hagyja ott a betegeket. Én úgy gondolom, hogy ha marad a mostani rendszer, és ebbe az irányba megy tovább az egészségügy, akkor nekem abban nem sok keresnivalóm van, mert egyszerűen nincsenek meg a lehetőségeim, nincsenek meg a feltételek ahhoz, hogy az ember tisztességesen tudjon gyógyítani. Ha pedig úgy tesz, mintha tisztességesen gyógyítana, és tisztában van azzal, hogy ez nem így van, az szerintem sokkal nagyobb arculcsapása a betegeknek, mint hogyha tisztességesen azt mondom, hogy nyugdíjba megyek és kiszállok a rendszerből. Maga tényleg mindenkitől független. Azt hiszem, hogy most ki is szállt az együttből, nem tudom, hogy hova lépett be, de tuti, hogy a szocialisták miniszterelnök jelöltjének egy szakértői tanácsának a tagja, jól tudjuk? Így van. Nem. Ez azt jelenti, hogy önből később miniszter is lehet? Ez 3 millió választópolgár kezében van, amennyiben ebbe az irányba szavaznak, akkor minden lehetséges. Hány ember életét mentette meg legjobb tudomása szerint? Egyszerűen most kimatekoljuk, hogy akkor milyen esély. 67 olyan esetet jegyzek, ahol sikeres újraélesztést csináltam, tehát az én és a mellettem dolgozó kollégáknak a ténykedésének megfelelően, vagy következtében egy klinikai halálállapotából levő embert visszahoztunk az életbe. Én ezt egy darabig, mint a indiána puskatuson stimuláztam, és ez azért egy nagyon szép szám. És hogy fog sikerülni az egészségügyet visszahozni sürgősségi, tehát ilyen elég gyors intenzív beavatkozással, hogy ne halljunk meg túl sokan, hisz kár a választókért. Nem. Először is nem, emberek ugyan, vagyunk. Nem ugyanilyen metódussal kell csinálni, hanem pontosan ismerve az egészségügynek a szabályszerűségeit, lépésről lépésre meg lehet csinálni a jelenlegi rendszernek egy átprogramozását, és ezt nem a kórházi klinikai szférába, hanem az alapellátásra és a sürgősségnél kell kezdeni. És hogyha valaki ebből az irányból próbálja meg rendbehozni a hibákat, akkor egyrészt sokkal olcsóbban a lakosság közeli ellátásnak a megjavításával sokkal látványosabban is meg lehet csinálni. Szerint ez mennyi pénzt igényelne ez a beavatkozás, és honnan teremtenének elő erre forrásokat? A forrással nincsen gondunk tavaly óta, amikor a kormányzat december utolsó két hetében közel 600 milliárd forintot szórt szét, többek között 20 milliárdos tételekkel mondjuk erdélyi futballcsapatokra és kosárlabda csapatokra. Helyett a populáris szöveghez valami ez van, ez de van. De ezen túl ez vagyunk, van. Azt nem lehet vissza. Azt ezek nem, de ezek van. Szerint, hogyha most ennyi maradt a ládafiába, akkor valószínűleg egy normális gazdálkodással, lopás nélkül sokkal több maradna, és akkor értelmesebb célokra lehet. Hát mondjuk a lopást az bizonyítani kell. Ön szerint, amikor kiállnak, és tök mindegy, hogy milyen párt politikus, hogy egy-egy kórház elé, és ilyen populáris aszpirinnel sajtótájékoztatót tartanak, hogy a helyet, meg e helyet, meg ama helyet, mit kéne inkább csináljanak? Tehát úgy tűnik, mintha hirtelen az egészségügyhöz nem a maga fajta, aki egy igazi orvos, és már egy csomó embert meggyógyított, meg ezt tanulta, meg az életét erre adta föl, hanem olyan politikusok, akik igazából még asszisztensek se voltak sehol, de mindenhez értenek. Itt mindig az számít, hogy honnan veszik az információkat, és azokat az információkat megfelelően tudják-e feldolgozni, és azt a következtetést levonni belőle, ami egyébként levonható szakszerűen. Vannak pártok, ahol van ilyen egészségügyi szakértő csapat, aki idézőjelbe téve sug a fronton álló politikusnak, van olyan, ahol nincs. De mindenki erről a halálesetről beszélt, ami pedig millió egyéb probléma van az egészségügyben, ugye minden ember, tehát egy embert ment meg, írva vagyon a szentkönyvekben, az egy világot ment meg, de nem kéne inkább konstruktív javaslatokat tenni?
hisz ettől a politikusok hozzá nem értésének és az ügyek meglovagolása már-már sértő. Én azt hiszem, hogy itt is voltam már, amikor voltak a szakértői ilyen... tanács próbálja ezt befolyásolni, hogy kevesebb az több. Ebben a szakértői tanácsban ketten vagyunk egészségpolitikusok, Kincses Gyulával. Én úgy gondolom, hogy évek óta ugyanazt mondjuk, ugyanolyan szakszerűen mondjuk, azt, hogy ebből ki mit fogad meg, és ki mit emel be a politikai programjába, az mindig a politikus felelőssége. Mi, amikor arcunkat adjuk egy-egy dologhoz, azt hiszem, hogy ez vállalható szakmailag is, meg politikailag is. Ha ön fölír valakinek egy receptet, és ugyan én nem egy oknyomozó újságíró vagyok, de utólagos engedelmével ilyen kérdőjeleket tettem föl, aztán megnéztem az ön által írt receptet, tényleg rajta van az is, hogy mibe kerül, meg hogy mi az alternatíva, de egyes gyógyszertárakban napjainkban vannak nagyon egyszerű gyógyszerek, ami sem a gyógyszer, sem az alternatíva, és remény sincsen, hogy 2-3 héten belül lesz. Nem szeretném egyik gyógyszert, meg gyógyszergyárat sem megnevezni. Hogy a fenébe létezik ilyen? Hát úgy, hogy a gyógyszerészek felelősek anyagilag is az általuk vezetett gyógyszertár működéséért. És mivel, hogy a árrés, ami a gyógyszerészeknek a jövedelme, vagy a jövedelem teremtő gazdasági rovata, az Magyarországon évtizedek óta lemarad az üzemeltetési költségekhez. Hogyan tud a gyógyszerész spórolni? Hogy kisebb raktárkészletet tart. Innentől kezdve ugye a nagykereskedőnél lesz ott a gyógyszer, akkor, amikor a nagykereskedő meg tud élni ebből, ha pedig még a nagykereskedő sem, akkor ő is kisebb raktárkészletet tart. Azért 20 évvel ezelőtt egy falusi, kisvárosi patikába bement az ember, és olyan 600-800 féle gyógyszerből egészen biztos, hogy kapott, azonnal ki tudták szolgálni, antibiotikumoktól kezdve, akár szívgyógyszerekig. Most azért, hogyha valaki nem a legnépszerűbb ilyen szempontból, a legnagyobb fogyasztású gyógyszereket kéri, akkor azt mondja a patikus, hogy jó, tessék itt hagyni a vént, és délután visszajönni, és délutánra meghozom. Én maradnék még a tanácsadó testületnél. Ragaszkodik-e ön ahhoz, hogyha az MSZP megnyeri a választást és Karácsony Gergely, akkor legyen önálló egészségügyi minisztérium? Ezt mind a 10 ellenzéki párt aláírta egyébként a legnagyobb minimumba, amit Kincses Gyula vezényletével összeraktunk. Látszik az, hogy most 8 éve nincs önálló tárca, és gyakorlatilag felgyorsultak bizonyos folyamatok, amik egyébként már a múlt évtizedben is elindultak. Milyen folyamatokra gondol? Például a lakosság közeli ellátóhelyeknek a leépülése, hogy gyakorlatilag olyan kis kapacitással működnek a városokban is, és kórházak árnyékában is a járóbeteg ellátó intézmények, hogy legalapvető vizsgálatokra is 2-4-6 hetet kell várni, amiről az előbb beszéltem, hogy ellehetetlenül például a házi orvoslás, mert bizonyos konziliumok nélkül bármilyen rátermetés, bármennyire szeretne jól gyógyítani egy házi orvos eszköz nélkül nem fogja tudni csinálni. Mit gondol arról, hogy pont múlt héten jelentette be Balogh Zoltán, hogy előre hozzák a novemberi béremelést? Ön szerint ez... Ezt én egy éve mondtam, hogy előre fogják hozni, a mértékével nem vagyok elégedett, valamint azzal, hogy egy miniszter kiáll a kamerák elé, és mond 3 olyan számot, amelyik nem szerepel a bértáblázatban. Tehát amire ő hivatkozott, hogy 4-6 éves szakdolgozónak a fizetése mennyi volt 16-ban, mennyi volt tavaly és mennyi lesz jövőre, ezek a számok sehol nincsenek, tehát ezek légből kapott számok, hogy csak egy érzékeltetni tudjam, a 19-re beígért szám az egy szakvizsgával rendelkező szakorvosnak, a 11-es, akkor az 3-mal szorozva, az 33 év munkaviszonya után várható fizetése. Ez soha nem jön össze avval, hogy egy 4-6 éve dolgozó, szakdolgozónak legyen a fizetése. Tehát egy miniszternek azért felelősnek kéne lenni azért, hogyha kiáll a kamerák elé, és mond adatokat, akkor azok igazak legyenek, mert vagy tévedett az a munkatárs, aki a kezébe adta a papírt, vagy tudatosan hazudott, és megtévesztette a lakosságot, hogy lám, milyen jól keresnek. Biztos nem volt ilyen szándéka.
elképzelhető, akkor viszont ki kellett volna javítani, mert azért nagyon sokan fölhívtuk a figyelmét, és nem láttam sehol se, hogy helyreigazítás lett biztos volna. Meg fog érkezni. Elképzelhető, hogy újabb gyógyszeremelések előtt állunk. Fogalmam nincs. Áremelés. Fogalmam nincs. Most biztos, hogy néhány hónapig nem lesz áremelés, mert ugye választási kampány van, utána pedig majd nagyon meg kell nézni, hogy milyen árakkal lehet egyáltalán működtetni ezt a gyógyszertári rendszert, ugyanis nem csak háziorvosi praxisok ürülnek ki, hogy nincs már volna, hogy 10 éve háziorvos. És van valami átalakító programjuk? Hagyni kell a gyógyszerészeket, hogy ők megmondják, hogy a gyógyszerészek hogyan... nagyokat hallgatnak valahol ott Miskolc környékén, egy rossz kupot adtak ki, aminek végül haláleset lett a vége. Minthogyha a gyógyszerész szakma is nem a 21. századnak megfelelően működne, talán ott is nem csak az elektromos recepteket kéne bevezetni, hanem amikor elnéz egy gyógyszerész valamit, ezt napjainkban már szuper, jól, csíp, üveg, izé. Hát mivel, hogy ez egy kevert kúp volt, tehát amit úgy kever össze a gyógyszerész, és nem véletlenül tanulnak az érők 5 évig az egyetemen, és nem véletlenül van utána néhány év szakosodás, hogy ilyen ne fordulhasson elő. Ez ugyanolyan szakmai hiba, mint hogyha az orvos rossz gyógyszert ír föl, vagy pedig rossz helyen nyitja ki a hasat mondjuk egy bakbérnőkéhez. És akkor utolsó, megnézzük, hogy... mit ért az időjáráshoz a mi vendégünk, hol tartunk ezzel az influenzával, mivel lehet megelőzni. Vannak, aki azt állítják, hogy az időseknek és a veszélyezteteknek beadott védőoltás hozza meg magát az influenzát. Hol tartunk ezzel? Hát mondjuk ezt még viccből sem mondanám ki, mert még annak is rossz. Egy elölt vírusokból készült védőoltás, mi speciálisan arra fejlesztette ki, hogy a... Mindenki hozzájuthat ez az elölt vírushoz? Mindenki hozzájuthat. Aki jogosult rá, az a 17-13 kategóriai térítésmentesen kaphatja meg a házi orvosától, aki pedig nem jogosult, annak fölírják receptre, elmegy a patikába, kiváltja, visszaviszi. Azt, hogy jön-e a járvány, és mennyit tudunk segíteni, azokon, akik határain túl vannak, és küldtünk nekik vakcinát a kanyaró ellen, és ezzel ellen a kerítést biztosítjuk, az átoltottságot magunknak is, erről legközelebb beszélünk. Kedves nézőim, az elmúlt percekben nem mást, hanem dr. Komáromi Zoltánt, az orvost, az egészségügyi politikust látták és hallották, remélem minden szavára jól figyeltek, ha nem, akkor az ismétlést feltétlenül nézzék meg, és akkor most következik a mi független híradónk, tartsanak velünk, majd jövünk vissza, itt lesz Barabás Rihárd, Puskás Imre, Kis Benedek József, és addig is aggodalommal nézzük, hogy mi történik Csintalan Sándorral, talán telefonál, Sándor itt az ideje, hogy telefonálj, tudjunk, mi történt veled, szurkolunk, hogy előkerülj, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.